Kár is lenne tagadni, én egy feledékeny ember vagyok. Egészen biztosan veletek is előfordult már, hogy elfelejtettetek valamit. Szülinapot, névnapot, bármit. Nos, én látszólag azt felejtettem el, hogy pillager vagyok, és bizony a pillagerök pillageres dolgokat kell, hogy csináljanak. Az utóbbi néhány epizódban rengeteg változáson ment keresztül a bázisunk, csak építettük, fejlesztgettük, szépítgettük. És persze szereztünk magunknak rengeteg társat, akiket a mai nap ártalmatlanítani is fogunk. De persze ők nem csak a fűhadiszálláson élnek, nem csak a bázison laknak. Néha küldetésekre járnak, és outpostokon, azaz előösökön szállnak meg. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a ti javaslatotokra lebontanám ezt az egész épületet. Lebontanám, és felhúznék a helyére valami mást, valami pörkiset, valamit, ami beleillik a világunk történetébe. Na most ennek nyilván valami hasonlónak kell majd lennie, mint a falusi előörs, amit még a sorozatnak a legelején húztunk fel ide, a kikötő mellé. Viszont ehhez az átalakításhoz szükségem lesz katonákra, akik megvédenek engem. Ez az, gyerünk Blöki, kapd el, adj neki! Szedd le az arcát! Tudom, a történetünk alapján nem szabadna őket bántani, de nem szabad elfelejteni, hogy a játékmechanika miatt megtámadnak minket. Na de sziasztok srácok, hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten az 1.17-1.18-as Let's Play-ben, ez itt immáron a 31. epizód. Ne feledjétek el srácok, hogyha szeretitek a videóimat, vagy élvezitek a mait, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, rengeteget segítetek vele bármelyik videósnak a YouTube algoritmusával. Köszönöm szépen! Rengeteg kisebb, apróbb feladat vár ránk, mint például ugye itt van a raktárunk. Hatalmas a káosz. De hát tavasz van, ideje nagy takarítani srácok, nektek is otthon a szobátokban, valamint nekem is a raktárban, kezdjük mondjuk az érces chesttel. Valamiért érthetetlen módon tele voltam ezekkel a nyersanyagokkal, ezért felépítettem velük egy nagy tornyot, amit aztán lebontottam. Így aztán szereztem vasat, szenet, aranyat, meg persze egy kis gyémántot is. És végül itt a végeredmény. Wow! Ekkora tisztaságot nem mostanában láttam ebben a ládában. És persze kisültek a vasaink is közben természetesen, ezt nézzétek meg mennyi nyersanyag, ez egyébként nem csak egy bányászatból van, sokkal többből. De a lényeg az, hogy ez is megvan, úgyhogy foghatjuk szépen magunkat és összekraftolhatjuk őket blokkokká, így né. Rengeteg lesz belőle, pont ahogyan számítottam rá, és akkor most szépen berakjuk őket ide, de csak is sorba, hogy még véletlenül se rontsuk el ezt a nagy-nagy rendet. Most, hogy elkészültünk a takarítással és a rendezkedéssel, íme itt van még ez a küldetés, amit nem csináltunk meg. Ehhez szükségünk lesz az összes létező potionre, ami van a játékban. Van egyébként ennek egy rejtett változata is, ahol szükség lenne mindenfélére, delfinekre, guardianekre, stb. Én azt nem szeretném megcsinálni, úgy érzem, hogy nem ér annyit az időmből. Mármint ha ti jónak találjátok a saját világotokban, egészen nyugodtan, nincsen vele probléma, én viszont most nem foglalkoznék ezzel. Meg szeretném nézni, hogy a régi bázison lehet-e még egy pár darab bájital? Nagyon örülnék neki, de hogyha nincsen, akkor majd főzünk. Aha, oké, Night Vision az eddig nem volt, de most nagyon szuper, mert szereztünk. Slow Falling, oké. És végül egy Weakness. Találtam egyébként egy nagyon-nagyon jó kis képet, amit most kirakok a képernyőre. Itt van, hogy hogyan kell őket összegyűjteni és elkészíteni. Volt egy pár, amivel még engem is megleptek. Ilyen volt például a teknősös, úgyhogy azt hagyom majd a végére, az egy picit nehéz lesz, ahhoz kell majd kikeltetnünk baby teknősöket. Az összes bájitelt, amire szükségünk lesz, azt beteszem szépen ide, és akkor gyűjtögetem is a többihez a dolgokat. Víz lesz az első, ami kelleni fog. Pókszemet kell rohasztanom. Hol van? Itt valahol kellene lennie még cukornak. Na mindegy, igazából van egy kis cukornádam. Ezt fogom és gyorsan átkraftolom, és akkor pókszem. Ó, abból van egy csomó. Nem lesz hiány, úgy érzem. Szuper, és akkor ezt így lekraftoljuk. Na most viszont nyullábra lesz szükségem. Nyuszikat pedig általában itt szoktam látni. Keresek is gyorsan egyet. Ó, ott láttam valamit. Ez egy kutya. Az nem nyúl. Hol a nyúl? Ó, ez az. Itt egy. Oké, ez egy sivatagi nyuszi, de itt van mellettünk egy sivatag. Állj meg! Ez az, és nem dobott nyúllábat, nem már mindent dobott, csak nyúllábat, nem? Na jó, akkor visszajövök ide, és megnézem, hogy esetleg találok-e még egyet. Aha, ott van, oké, megtaláltam, de van ragadva, ez így könnyű lesz, na, és erre, ó, pici nyuszi,
Te nem adsz lábat, gondolom, ugye? Nem. Jó. Nagy nyuszi! Állj meg! Hát, Creeper! Megölte a nyulamat a Creeper! Aha! Ott van egy gyanútlan. Úgyhogy most szépen oda megyek. Megközelítem. Puty, meg is van! És ő sem dobta ki a lábát. Na nem már? Már majd 20 perccel járom itt az erdőket, a réteket, mezőket és sivatagokat, és már közel vagyok egy ideg összeroppanáshoz. Hol vannak a nyulak? Cirka 6000 blokkot kellett jönnöm ezért a nyúlért, úgyhogy remélem, hogy ő most fog adni nekem lábat, nehogy leugor, és nincs láb. Valaki nagyon keményen beszólhatott ezeknek a nyulaknak, hogy ne lábatlankodjanak, és ők pedig keményen tartják magukat hozzá. Na, majd talán ez itt egy hatalmas nagy mezőnek tűnik, és elvileg ez az a hely, ahol szinte csak a nyulak és a szamarak spónolnak. Oké, baby nyúl, őt nem fogom megetetni, hogy nagy legyen, úgyhogy majd felnő magától, addig pedig keresek nagyokat. Oké, itt is egy baby nyúl. Mi ez? Oké, itt egy nagy nyúl, ne. Oké, megvan. És semmi láb, jó. Oké, még egy nyúl, ne. Állj meg! Semmi! Nem adott lábat. Oké, ott van egy egész családnyi nyuszi, és éppen árvává fogok tenni 3 picikét. Hát nagyon sajnálom, de amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Oké, dobott lábat! Ez az! Ez végre dobott lábat. Jó, akkor ezeket most szépen kidobálom, és akkor ideje hazamenni. A soha viszont nem látásra. És akkor most jöhet a potion főzés. Most aztán jó hasznát fogjuk venni itt a kocsmának. Én kis naív, ami bircsókot majd elfelejtettem. Tehát az első főzetbe, amit készíteni fogok, mindenképpen szükség lesz hozzá. Ugye a nyúllábra magára, csak előtte még belerakok egy nether wartot. Nem hiszem, hogy max hatásúnak kell lennie, de így is jó lesz. Egyébként csak mondom, srácok, hogyha van esetleg beaconötök, azaz jelzőfényetek, akkor megspórolhatjátok magatoknak a munkát a nyúllábbal. Ugyanis az is érvényes, hogyha a beaconön jelzőfényen keresztül kapjátok meg az effektet. Én viszont most mindenképpen szerettem volna a főzetekkel foglalkozni, úgyhogy annyira nem gáz tulajdonképpen ez a kis kitérő. Amúgy szerintem ennek van a legszebb színe. Oké, ez ennyi, és akkor utána megfogom, és jöhet ebbe bele ez a rohadt pókszem. És akkor megvan a láthatatlanság potion is. Ebből vajon melyik készül? Erre most kíváncsi vagyok. Ó, a regeneráció. Jöhet a méreg, és akkor a 12-ből megvan 11, ami azt jelenti, hogy már csak a teknősös van, amit gyorsan meg is csinálunk. Már beszéltünk róla az előző részben, hogy kellene csinálnunk egy teknős menedéket. Ezt a következő epizódok egyikében meg is fogjuk tenni, viszont most nem tudunk erre koncentrálni, más projektünk van. Éppen ezért gyorsan kinéztem magamnak egy szigetet, szépen megfogom magam, leszállok ide, és kialakítok egy picike kis inkubátort, ahol elafkolgathatok egy darabig, ameddig kikelnek a tojások. Így, egy ilyen szűkebbet kellene csinálnunk magunknak. Oké, ezzel megvagyunk, és akkor szépen ide lerakom az összeset. Ide is egyet, és akkor ide egy-egy fákját. Na most akkor én itt megvárom, amíg ők kikelnek, beállok ide középre, ami azt jelenti, hogy meg fogom tudni elvileg fogni azokat a kis darabokat, amik majd kirepülnek belőlük, amikor megnőnek. Ez egy eléggé hosszas folyamat lesz, úgyhogy hajrá. Addig is élvezzétek a timelapse-et. És meg is vagyunk, jöhet a kraftolás. Tehát igazából ezt a kis sisakot így kell összekraftolni. Íme. Hát mit ne mondjak, a karakteremen egy picikét furán néz ki. Érdekes. Eltakarja a fele szemem, na de beleugrok szépen így a vízbe, és akkor tulajdonképpen meg is tudjuk nézni, hogy mennyit segít ez. Ugye látjátok, hogy ad 10 másodperc extrát, ugye a vízi légzésből, és csak utána mennek le szépen a buborékjaim. Hogyha ide feljövök, és ezt újra feltöltöm, akkor megint kapok 10 másodpercet. Na de vége a bulinak, itt az ideje tönkretenni ezt a sisakot és belerakni egy főzetbe. Így né. És akkor bum, ezt megfogjuk szépen, ide belerakjuk majd ezt is. És akkor ezzel meg is vagyunk, nagyon szuper. Jó, akkor maradt 3 ilyen, hát mindenképpen szeretnék majd csinálni egy ilyen sapkát, már hogyha másért nem, dísznek meg a gyűjteménybe, de akkor most menjünk és csináljuk meg gyorsan ezt az achievementet.
Én kis butus, hát hova megyek, hiszen itt van a kocsma, miért is mennék el innen, hogyha egyszer már felhúztuk ezt a helyet? Így szépen megvárjuk, hogy lemenjen a nap, ha már elég lent van, akkor szépen elkezdhetjük az ivást. Készen álltok arra, hogy ettől a sok potion effektől lássuk a hangokat? Én már alig várom, na gyerünk! Megisszuk ezt, majd megisszuk ezt is szépen az összeset, wow, nem is látszok. Oké, most a Night Vision, jöhet akkor a teknősös, jöhet most a weakness, jöhet most a vízilégzés, az erő, valamint ezután a tűzállóság, yes, 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 gyorsan, gyorsan, még itt van ez a három, azt még megisszuk, a gyorsaság, akkor jöhet, ojaj, a mérgezés, azt akartam utoljára, nem baj, és a regeneráció, yes, meg is vagyunk, hotajóig. Fura a világ. Na várjatok, itt van. Tessék, az összes effekt rajtunk van. Hú, hú, így menjen az ember egy esti sétára. Ó, oh, te jó ég. Ó, oh, most nézem. Nem is olyan rossz ötlet slow fallingot inni, hogyha az ember egy kicsit tovább szeretné nézni az építményét a levegőből. Wow. Oké. Okay. Jó, most már leszállhatunk. Elég lesz. Rózsaszín az ég alja. Hello, bagoly. Na, gyerünk lefelé. Le, oda. Hol a tejem? Ott a tehén. Oké, okay, gyere. Gyere vagy, hát én megyek, te maradj ott, nem mozdulj, mindjárt odaérek, már csak órák kérdése, és megvan a tej, oké, és most megisszuk, és minden vissza a régi kerékvágásba. Nagyon helyes. Most viszont srácok, itt az ideje használni azt a rengeteg vasat, amit összeszedtünk. Megyek, szedek ki egy pár tököt is. Mondtam már, hogy egyszerűen imádva a mi kis tök farmunkat, annyira jól néz ki, olyan kis esztétikusi DCT hátul ezt a farmot, ezt az automata wolf farmot, egyszerűen nagyon-nagyon szeretek idejönni. Egy párat leszedek. És akkor most ezeket itt szépen ki is kell vágni, az összeset így egyesével. És megvannak. Szuper. Vihetjük is őket a helyszínre. Na most, igen, ez lenne itt a helyszín. Ezt fogjuk a mai nap átalakítani. Már alig várom. Na de a balhés kis pajtásainkkal valahogyan el kell bánni, és erre nem én vagyok a legjobb ember. Gyerünk, gyerünk! Adj nekik! Ne! Ne bántsátok a sünit! Hagyjátok a sünit békén! Na de rendben van, elég a mókából, jöhet a kőkemény munka. Alakítsuk át ezt az építményt itt. Na let's go! Igen, bizony, jól látjátok, meghaltam sajnos, felrobbantott egy creeper. Na de semmi gáz, elmentem a farmunkhoz és mindent feltöltöttem újra, úgyhogy igazából folytathatjuk is a videót. Már tele is spónolt? Hiszen az előbb raktam le egy Iron Golemet. Na mindegy, nagyjából így néz ki az átalakított verzió íme. Még nincsen berendezve, viszont kívülről már teljesen elkészült. Na most oda, abba a ketrecbe szeretnék még tenni mindenképpen egy vas gólemet, úgyhogy ide is jövök szépen, és akkor ide lemegyek, leteszek egy pár darab vasblokkot, és így... Oké, okay, rendben, megvagyunk. Na, te akkor most ott maradjál, te leszel itt a hadifogoly, és én innen most kimegyek, op, és ezt visszazárom, hogy még véletlenül se tudják a mi kis barátunkat meglőni. Rendben van, akkor megvan a hadifoglyunk is. Na most, itt ezt a területet még át szeretném alakítani, viszont rájöttem, hogy az igencsak nehézkes lesz, hogyha itt tele lesz végig minden... Au! Hihetetlen, még a kardomat is eldobtam ilyettemben. Tehát ez bizony igencsak nehézkes lesz, hogyha minden tele lesz. Itt pillager-ökkel, úgyhogy rakok még le egy-kettő gólemet, és akkor tulajdonképpen neki is állhatunk. Elkezdem itt először is kiszedni a füveket. Úgy gondolom, hogy talán ez a legjobb megközelítése ennek a projektnek. Na most, mint itt látjátok, ugye ez az egész egy ilyen kisebb mélyedésben van benne, ezeket kellene igazából eltüntetnünk itt elsősorban. Mármint igen, a mélyedéseket. Hogyha mélyedést magát nem tudom eltüntetni, de akkor is nagyjából sikerülni fog, szerintem egy picikét
kisebbé vagy észrevehetetlenebbé tenni. Ja, és ha már itt vagyunk, akkor kapcsoljuk már ki a shadert. Így, már is jobb. Ameddig pedig ezt csinálom, addig hadd olvassak fel kettő darab kommentet. Az első Antkától érkezett. Azt írta, hogy szia Pörki, az lenne a kérdésem, hogy ez a Let's Play sorozat kb. Meddig fog menni. Ugye ezt egyszer már mondtam nektek, de az eléggé régen volt, úgyhogy szívesen megválaszolom még egyszer. 1.19-ig, ami azt jelenti, hogy nagyjából már csak egy olyan másfél hónap van vissza a sorozatból. Úgyhogy igen, hamarosan el kell köszönnünk ettől a világtól, de ne féljetek, ugyanis nagyon-nagyon sok új ötletem van az új sorozathoz. Király kaland lesz, úgyhogy mindenképpen tartsatok majd velem 1.19-ben is. A második kommentelő Moon volt, aki azt írta, hogy szia Pörki, nagyon szeretem, hogy ilyen kreatív vagy, és soha ne add fel. Ezt leginkább az üzenet miatt válogattam be, hogy soha ne add fel. Srácok, ti se adjatok fel soha semmit, örülök neki, hogy tetszik a munkásságom egyébként Moon, és tarts ki te is, bármi is legyen a hobbit, bármit is csinálj az életben. És most, hogy ilyen pozitívak voltunk, vissza az építéshez. Nem elég, hogy az itteni pillagerekkel foglalkoznom kell, még megjelent egy ilyen vándorféle is, tudjátok, az, ami körbe-körbe megy. Hát itt vagyok a Pillager Outpostnál, úgyhogy egy picikét, nem is tudom, rosszkor jöttetek. Na várjál, kis pajtás, megjavítalak, gyorsan tessék. Te is kapsz, nesze. Na várjatok, leidézek még egy utolsót, mert ez a másik kettőjük már eléggé, hát elvándoroltak, csinálják a dolgukat, de nem itt, ahol kellene. Akár magamhoz is köthetném őket lasszóval, de szerintem úgy csak eltalálnák őket, és nem igazán tudnának mit csinálni. De nem probléma, akkor most szépen ide lejövök, és leteszem a Shulker boxaimat, hogyha az megvan, akkor hozzáfér és nyerek az összes cucchoz, amit hoztam magammal az építéshez. Elsőként én azt mondom, hogy mi lenne, hogyha ezeket a sátrakat alakítanánk át, csak egy icike picikét, tehát kellene ide néhány, mondjuk farönk. Igyekszem nem nagyon hozzáadni olyan dolgokat, amik alapból nem voltak itt, csak egy kicsikét kiegészítem majd itt ezt az egészet, mondjuk például egy ilyen farönkkel. Oké, akkor mondjuk így ide egy párat, például mondjuk így, és akkor a másik oldalra is. Gyerünk, kapjátok el őket! És akkor például ide jöhetne egy-két lépcső, meg így a másik oldalra is mondjuk egy pár, és akkor gombok. Na, azok még jól jönnének. Juhé, gombok! És puty, meg puty. És akkor esetleg ide mondjuk egy ilyet, valamint a másik oldalra is jöhet egy. Így, és így. És akkor miért ne jöhetne ide kötélnek például ez? Így egy kicsikét igazítottam rajta. Vagy jobb lenne mondjuk a lánc, például így ide, vagy inkább ide. Aha, én azt mondom, hogy maradjon a lánc. És akkor még azt mondom, hogy ide jöhet egy ilyen kis kéményke, mondjuk egy kis sátorfűtésnek, így te pedig hagyjál. Úgy-úgy fiúk, gyerünk. Szépen csak ügyesen. Gyakorló pályának valami kisebbet, de érdekesebbet szeretnék. Tehát mondjuk ezeket itt mindenképpen le kellene bontani, elinnét, hallomám, és amint ez megvan, át kellene őket helyezni. Nem is tudom, mondjuk így ide például, szerintem itt elférne az, amit tervezek, majd mindjárt meglátjátok, hogy mi az. Először ide egyet, valamint ide mellé egyet, várjátok, ezt egy picikét arrébb kellene rakni, ez itt nem lesz jó helyen, így, és akkor most jöhetnek vissza rájuk a szalmabálák. Amint a szalmabálák megvannak, jöhetnek rájuk a tökök. Ide egy, valamint ide egy. És akkor én kerítések helyett kapukat fogok használni, azok szerintem kezesebbek, valamint hogyha már úgyis ilyen sok zászló van nálam, akkor azokat fogom használni a ruhájának. Mivel ezek nem madárijesztők, ezért nem kalapokat szeretnék rájuk rakni, hanem sisakokat. És akkor most középen kellene csinálnunk itt valamit, valamilyen kerítést, vagy valamilyen elválasztót, hogy ne legyen egybe ez a rész így teljesen, hogy egy kicsikét meg lehessen különböztetni az egyik felét a másiktól. Lehet, hogy egy kicsikét már érthetetlenül beszélek, nem tudom. Már bocsánat, gólem barátom, de engem itt éppen ölnek. Na most akkor ezeknek így a tetejét szépen lefedem, és akkor amiután a díszítés megvan, csinálok itt nekik mondjuk egy-egy ilyen kettes sávot. És akkor még ezt szépen így fogjuk, és elkerítjük így. Ja, és amúgy csak hadd mondjam el, hogy közben pedig úgy nézek ki, mint egy süni. És akkor ezzel nagyjából el is készültünk így a lövésztérrel. Itt már tudnak gyakorolni. Van egy olyan érzésem, hogy engem fognak preferálni, és én leszek, így van.
Igen, én leszek a babájuk, én leszek a kis madárijesztőjük. Miért nem jó ez? Hát most építettem. Visszatértem, hoztam még egy kevéske kis díszítő elemet, mint például ilyenek a bokrok is. Hello! Hiányoztál az elmúlt 20 másodpercben, ameddig nem voltam itt. Ahogy nyaljam meg a nénikéteknek a tért kalácsát, hát mi ez? Ez egy gyűlölet büntény a papogája ellen. Wow! Nyílt utcán fényes nappal. Ez az, hagyd neki. És akkor még egy-egy ilyen asztalt, ahová kitehetik a fegyvereket, mielőtt lőni kezdenek. És még akkor ez a kettő dísz, és végleg kész vagyunk, ideállhatnak a pillagerök, és puff 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 puff. És akkor egy útra lesz majd szükségünk egyenesen a főbejáratig, ami ugye itt lesz majd található. Na, és akkor ezt szépen fogom, és így kiásom mondjuk egészen, nem is tudom, odáig fel a domnak a tetejéig. Egyelőre csak mondjuk odáig hagyjussak el. Így szépen coarse dirtet fogok használni, abból hoztam egy csomót. Na jó, srácok, itt már nagyon helyzet van, úgyhogy be kell fejeznem itt az utazást. És akkor egy kis gyökeres földdel díszítem az egészet, egy kis textúrázás az még belefér talán, addig nem ölnek meg itt a, hát a sajnos nem barátaink. Ne, ezt pont láttam, lelőtték az utolsó Iron Golemet, kell még csinálnom. Ezt kapjátok el, ne a náthát, adj nekik! Oké, ez közel volt, nem szabadna meghalnom, nem kellene meghalnom. Ne lőjétek, nem. És akkor egy pár utat szegélyező bokor még így utoljára. Meg akkor pár láda, amit itt tárolnak a pillagerök, mégis ki tudja, hogy mi van benne. Ki tudja, hogy mi van benne. Pár darab szikla sosem árt meg, ez egészen biztos. Na jó, nekem elegem volt ebből az erőszakos bagásból, én innen lelépek, legalább, oh my god, majdnem meghaltam. Ideje szépen fedezékbe vonulni, és őket így kizárni, így tökéletes, ti pedig halljatok meg. Most a menekülésemnek az útvonalaként azt az ablakot jelölöm meg, úgyhogy menjünk. Oké. Igen, innen jobb lesz, hogyha szedem a lábamat. Yep. Most pedig elmegyünk egy olyan területre, ahol nagyon-nagyon régen jártam már. Kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e, hogy mi az így az inventorimból. Hogyha a tippetek az volt, hogy a kiszárított vízitemplomhoz, akkor jól tippeltetek. Nagyon-nagyon régen voltam már itt, te jó ég, már szinte hiányzott is ez a hely. Nos, egy icike-picikét szeretnék ezzel haladni. A helyzet az, hogy streamben folytattuk ezt egyszer már, de hát nyilvánvalóan nem értünk a végére, úgyhogy tök jó lenne, hogyha még egy-két szobát így most meg tudnánk csinálni. Többek között egy-két helyen még nincsen egyben nyitva az a rész, amit már kiszárítottam. Közben pedig legalább lesz időm egy kicsit azon gondolkodni, hogy mit csináljak ezzel a prizmarinnal. Szerintetek mit építsek belőle? Van valami ötletetek? Nekem egyelőre nincsen, legalábbis olyan nincsen, ami illik a történetünkhöz. Csoda, hogyha nem törik ki a karakteremnek a nyaka. Oké, igen, ez itt egy olyan szoba, amit még nem csináltam meg, viszont ez itt alapból eléggé nehéz is lesz, ugyanis ez egy nagy-nagy folyosó. Így egyet esetleg, aha, oké, ez így megvan. Van itt valaki? Van. Mondjuk a kapámra lehet, hogy szükség lesz ehhez az akcióhoz. Sőt, egészen biztos. Hello! Bárcsak az összes szoba ennyire egyszerű lenne, de sajnos nem az. Viszont ez legalább azt jelenti, hogy egy újabb területet kinyithatunk. Juhé! Ezzel is haladtunk. Kövi projekt. Csak előbb ezt leteszem a többi közé. Mindig emlegetitek, hozzáteszem teljesen jogosan, hogy ígértem, hogy azt az egy-két szobát, ami még berendezetlenül maradt ebben a komplexumban, azt megcsináljuk, úgyhogy most itt vagyok. Hello, Zakkant! Szia! Akkor én itt most szépen felmászok, és mondjuk így ideiglenesen, hát nem is tudom, ide leteszem az utcaimat. Itt van rögtön szemben ez a szoba. Hát ez itt eléggé borzasztó állapotban van, mit szólnátok hozzá, hogyha megcsinálnánk? Hát itt most a legnagyobb logisztikai problémát az nem más, mint hát ez a híd fogja jelenteni, úgyhogy ezt úgy kell megoldanom, hogy az ott ne látszódjon. Szóval szerintem felemelem az egésznek a szintjét, legalább egyel, ha nem többel. Ez pedig azt jelenti, hogy a padlónk az itt lesz. Ide jöhet egy kis könyv, valamint loom combo. Így szépen. És akkor itt szépen eldobálhatunk egy pár ilyen feleslegesebb, kicsit randomabbnak tűnő dolgot, így például, csak azért, hogy egy picit hozzáadjunk a szobának a zsúfoltságához. Mondjuk lehetne ez a helyiség egy nappali. Az mondjuk tök jól néz neki. Így szépen. És akkor ehelyett például jöhetne ide egy ilyen.
Remek. Dísznövény. És akkor ide a sarokba pedig tehetnénk mondjuk egy polcot. Egy polcot, amire mindenféle érdekességet tehetnek az itt lakók. Díszeket, harangokat, ilyesmit. Ó, te jó ég, a plafon az majdnem elmaradt. Nekem a plafonokkal biztosan valami személyes vendettám van. Mindig majdnem elfelejtem őket. Éppen az utolsó pillanatban veszem csak észre, hogy nincsenek ott. És akkor ez is megvan. Tök jó. Készen van a nappali. Még mondjuk egy kis asztalkát el tudnék ide képzelni, de azon kívül úgy gondolom, hogy megvagyunk. Ez lesz majd a következő szoba, amit elkészítünk. Na de ne rohanjunk annyira előre, most üljünk le ide, relaxáljunk, és élvezzük, hogy ezt itt berendeztük. Na de nem végeztünk mára, srácok, nem végeztünk mára. Lenne még itt feladat. Először valami technikait szerettem volna itt csinálni a környéken, de annyira benne vagyok az építésben, hogy nem szeretnék ma már mással foglalkozni. Legalábbis most nem. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha itt az utat meg tudnánk csinálni innen ugye a kedvenc kis farmunktól egészen a Pillager Outpostig. Na itt majd lesz egy jó pár kihívásunk, sajnos vagy nem sajnos, ugyanis útközben vannak tavak. Jelentősen kevesebb a sóderem, mint amire számítottam, úgyhogy azt most szednem kellene, mondjuk innen a folyóból. Ez itt a tökéletes helyszín, itt van egy csomó. És akkor most itt az ideje coarse dirtöt kraftolni. Ígyni. És hát fogytán van a gyökeres földem is, úgyhogy keresnünk kellene egy azálea fát itt a közelben. Hát ez nem éppen volt a közelben, de nem bánom. Na ez most megint egy csomó ideig elég lesz. Hopp! És kint vagyunk. És akkor az út az egészen innentől fog tartani odáig, úgyhogy szépen itt szerintem a tök farm mellett el is vezetem ezt az egészet. Megfogom és akkor egy kicsikét szélesebbre csinálom itt az elejét, még az is lehet, hogy ide valamilyen táblát vagy ilyesmit kellene tenni, csak azért, hogy ilyen egyértelmű legyen, hogy mi merre felé található. Ó, ja! Hogy itt az egész föld az coarse dirtből van. Na jó, várjatok, nem baj, nem baj, ezzel tudunk mit kezdeni, nincsen semmi probléma, ugyanis ennek az útnak a szélei teljesen másmilyen anyagból lesznek. Sőt, még akár azt is megcsinálhatjuk, hoztam hozzá elég követ, hogy mondjuk andezitből vagy kőből felhúzzuk. Viszont eredetileg arra gondoltam, hogy szépen ezt itt folytatom tovább, és akkor egyértelmű lesz szerintem, hogy hol kezdődik az út, valamint hogy hol van maga az a podzolos rész, meg az a coarse dirtös rész, ami már nem az útnak a része. Mondjuk először lehet, hogy nem ártana ezen az útvonalon kivágni az összes fát, ami itt az útunkban áll. És akkor még itt ezeket is kiszedem, hogy meggyorsítsam egy picikét a folyamatot. És akkor szépen, hogy szegélyezzük magát az utat még ennél is jobban, arra gondoltam, hogy mondjuk tehetnénk le ide köveket. Tehát például így ide, meg hogyha már itt tartunk, akkor ezek alatt is kicserélem mondjuk cobblestone-ra. De nehéz eltalálni ezt az egyetlen egy darab pixelt. És akkor egy kis slab. És egy kis fal. Egy icipici több lett ebből a falból, mint amit eredetileg szerettem volna, de egyáltalán nem rossz. Szerintem ez így teljesen rendben van. Ide is jöhet egy, és akkor szépen így irányítják az embert, amikor itt elsétál, vagy mégis merre kell menni, mégis merre van az út. Ja, és persze a bokrokat soha nem szabad elfeledni. Nem, nem. Ja, és persze ne felejtsük el a szlebeket sem. És akkor most van itt egy terület, ahol hát eléggé lyukas a helyzet. Mármint tele van lyukakkal a föld maga, úgyhogy szépen ezt itt beterítem. És akkor most ugye jöhetnek újra ezek a szegélyek, csak most kivételesen így erre az oldalra. Nos, hát valami ilyesmit szeretnék kialakítani egészen odáig. Jó messzire. Viszont rettenetesen lassan haladok. Ó, te jó ég. Viszont semmiképpen nem szeretném, hogy ráunjatok erre a projektre, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt az egészet folytatnánk mondjuk egy kellemes kis Twitch streamben. De még mielőtt ezt befejezzük, azelőtt szerettem volna, hogyha egy kicsikét kivilágítjuk ezt az egész helyet. Mármint, hogyha azt akarjuk, hogy biztonságos legyen, akkor nem lenne jó, hogyha creeperök robbantgatnák fel az egészet, vagy éppen csontvázak lesnének ránk az árnyékokból. Így mondjuk mindegyik ilyenre vagy minden másodikra nagyjából jöhet egy-egy. Juhé! Hamarosan afkolnom kell majd egy kicsikét a Creeper farmnál. Nagyon jó lenne, hogyha lenne még extra puskaporunk, viszont jelenleg az nincsen. Emellett cukornád, abból is hiány van, úgyhogy most kellene szednem egy párat, mégpedig azért, hogy ne fogjon el így epizód közben.
itt az ideje megtölteni arra a kétás dobozt, szépen csinálunk papírt, és akkor ebből jöhetnek arra a kéták. Van nekünk egy csodálatos puskapor farmunk telistelekréperökkel. Viszont ez a bázisunktól azért eléggé messze van. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha építenénk egy nagyon egyszerűt valahová ide a közelbe. Amúgy is szerencsére van hozzá mindenem. És akkor nagyjából minden meg is van, kettő apró kis dolgot kivéve. Zsepit és Lucifert. A közös gyereküket pedig itt hagyom, hát ha jövök még ide vissza, nem lenne jó creeperökkel itt találkozni. Hát jó, oké, akkor én megyek a másik irányba. Na, itt már nagyjából megbízom bennetek, hogy utánam teleportáltok, mert itt már nincsen chest, úgyhogy tessék szépen jönni. Ide leszállok, és teleportáltak. Végül pedig ide, ahol maga a farm lesz, szépen leszállok, és ők is teleportáltak. Jó, akkor most szépen leültetem őket, és nekiállok magának a szerkezetnek. Hagyok nektek egy linket a leírásban, biztos vagyok benne, hogy nem pontosan ennyi anyag kell, meg abban is biztos vagyok, hogy nem fogom tudni jól elmondani, úgyhogy ott hagyom mindenképpen, srácok, lessétek meg, hogyha érdekel titeket maga ugye a design. Mármint, hogy technikailag, mert kinézetileg a mai nap nem fogom nagyon megváltoztatni, szerintem csak megcsinálom az alapokat és kidíszítjük a következő epizódban. Tudom, sajnálom, szeretitek, amikor megcsinálom szépen a farmokat, de hát ez most nem az az idő. Már így is túl sokat építettem ebben a részben, valamint húsvét van, srácok. Jut is eszembe, boldog húsvétot mindenkinek. Tehát a legalapabb forma, amivel kezdünk, az nem más, mint egy 13x5-ös, hát egy kis négyzet. És akkor 1, 2, 3, 4, és akkor ezzel együtt ez már itt az ötödik. Jó, akkor csinálunk kettő ilyen bemetszést, valamint kettő ilyet. És akkor még egy bemetszés, így kifelé, és akkor megint 1, 2, és 3, 4. És így megvan az ötödik, rendben, akkor ezt én itt most kibontom, és megcsinálom gyorsan azt az alakot, amire szükségünk van. És akkor így elvileg ez az a forma, ami nekünk kell. Egy blokkal megmagasítjuk mindenhol. És akkor itt középen ugye ezeket a részeket egy picikét így kiszélesítjük, pontosan így. Akkor most itt szépen fogjuk, és megcsináljuk ezt a lyukat. És akkor ezen kívül még szükség lesz itt trapdoorokra. Igazából teljesen mindegy, hogy az milyen, a lényeg az, hogy így kell lehelyezni. Utána pedig a pókoknak a beszpónolásának elkerülésére így kell lerakni a szőnyegeket szépen, és akkor már nem is tudnak ide beszpónolni. Így, és akkor kettővel hátrébb, így, és középen itt. Most akkor jöhetnek a cicáink, gyere Zsepi, te leszel itt bent. Gyere, akkor betologatlak szépen ide, ígyni. Lucifer, neked pedig itt látjuk hasznodat a másik oldalon. Ezután itt középen még 3 extra blokkot le kell lásni, ez volt 2, és akkor ez itt a harmadik réteg. Kell 2 vizes vödör, azokat pedig megfogjuk és ide lerakjuk. Ezek után pedig 16 blokkra el kell ásni arra felé, viszont annyival nem fogunk tudni először, ugyanis nem ér el majd odáig a víz, úgyhogy szépen a 7. blokkon fogjuk magunkat és leásunk egyet, és akkor így megyünk tovább. Oké, és akkor itt a legvégén kell magunknak csinálni egy kicsike kis szobát. Ezt majd itt szépen kialakítgatjuk szerintem, ahogyan telik múlik az idő, de egyelőre nincs rá szükségünk, csak technikai okok miatt kell. Én ezt az egész szintet egyenlejjebb viszem, szerintem az úgy sokkal-sokkal logikusabb, és akkor emellé jöhetnek majd a tölcsérek, valamint a dupla chest. Oké, egy kicsikét alakítgattam a dolgot, de végül így alakítottam ki, és akkor elvileg ennek már így jónak is kell lennie, hogyha ide jönnek majd a creeperök, akkor teljesen maguktól meghalnak. Most nagyon-nagyon csúnya ez a zöld üveg, de jelenleg csak ez volt raktáron, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most az egyszer ez is megteszi. De persze ki fogom majd cserélni, ne aggódjatok. De akkor most én itt szépen kiások, fel kell mennem valahogyan a felszínre. Na most akkor jön a türelmet igénylő része, magunkhoz kell venni ezt a rengeteg csapóajtót, és szépen meg kell fogni, és ezen az utolsó blokkon le kell őket helyezni. Mindez azért van, mert az egyetlen egy mob, ami a valóságban
1,80 méternek felelne meg, az nem más, mint a Creeper. Így a csapóajtók megakadályozzák többek között a zombikat és a csontvázakat, a szőnyegek pedig nyilván a pókokat. A legjobb ebben az egész farmban, hogy az egész stackelhető, ami azt jelenti, hogy többet is rakhatunk egymás fölé. Én ezt most nem fogom megtenni, lehet, hogy a következő epizódra meggondolom magam, attól függ, hogy hogyan teljesít a farm. De hogyha nem szeretnék stackelni, akkor egészen egyszerűen csak fedjük le a tetejét, majd ezután tegyünk le fél lapokat ezekre a kövekre. És akkor nézzétek, ilyen belülről. Most szépen lezárom, valamint utána felmegyek 120 blokk magasra, és megnézem, hogy hogyan termel. Lássuk meg! Viszont srácok, illetve lányok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet erre az epizódra. Tök sok mindent csináltunk, átalakítottunk egy outpostot, valamint folytattunk néhány befejezetlen projektet, de messze még a vége. Na de sziasztok, hamarosan újra találkozunk, addig is ne felejtjétek el, hogy a te a bizony mindenre jó. Sziasztok, hellóka, pápá!